parád és gólok, és védések. Idén első alkalommal került megrendezésre a Mikulás Kupa, az Arany János Tagiskola tornatermében november 29-én. A baráti teremlabdarúgó tornának a népes számú nézőközönség mellett több tucat pályára lépő résztvevője volt. A torna harmadik állomása volt egy az idén elindított baráti kupák rendezvénysorozatának. Elindítottunk egy rendezvénysorozatot Cserti Csabi barátommal, aminek az a jellemzője, hogy baráti kupa. Tehát akármilyen időszakhoz kötődik, lehet ez karácsony, húsvét, új év, a baráti kupa szót mindig oda tesszük, aminek a célja, hogy megmutassuk, hogy az amatőr tömegsportra is van igény, normális sportszerű keretek között. Ez a harmadik, első volt az Agyva baráti kupa, második az október 23 baráti kupa, ez pedig a Mikulás baráti kupa. A legelső, ott indult 6 csapattal, a második 8 csapatra duzzadt, most már 12 csapatnál tartunk. A karácsony kupára már 11 csapat jelezte a részvételét, és abból 8 új, úgyhogy van rá igény. A csapatok élvezik, én azt gondolom, hogy ma is egy jó hangulatú tornának leszünk szemésfültanúi. Az izgalmas mérkőzéseket követően az idei kupát az Esmetál csapata nyerte.